azt hiszem, hogy én azt kaptam Istentől életfeladatomként, hogy a zenével egyfajta missziót végezzek. És én hiszem, hogy mindenkinek meg lehet mutatni, hogy a klasszikus zenében milyen szépségek és milyen értékek rejlenek, és ez nekünk művészeknek a feladatunk, hogy egy kicsikét hidat mutassunk a művészet és az emberi lelkek között. Nagyon sokat járok hátrányos helyzetű gyermekekhez, azon kívül határon túlra, Kárpátaljára, Erdélybe, Böjte Csaba testvérhez, a börtönmissziót folytatom, de nagyon fontos azoknak a gyerekeknek is megmutatni a zenében rejlő sok-sok csodát, akik mondjuk így a gyülekezetbe járnak. A Hold utcai református templomban vagyunk, évek óta a gyülekezet tagja vagyok, és nem sokára kezdetét vesz itt a koncertem. Én először a Nagyvárad téri református templomba kezdtem eljárni. Sipos Ete Álmos volt az én lelki apukám, és sokat tanultam tőle, és aztán utána kerestem gyülekezetet, jó pár helyre elmentem, és aztán, amikor Balogh püspök úrnak az ige hirdetéseit hallgattam, akkor ez engem nagyon szíven ütött. Azt éreztem, hogy napok múlva is gondolkozom azokon, amiket mondott. Nagyon jó volt utána oda menni és megbeszélni azokat a kérdéseket, amik felvetődtek bennem, és egyszer csak úgy azt éreztem, hogy itt itthon vagyok, és nagyon-nagyon sok szeretettel fogadtak a gyülekezeti testvéreim. Nagyon szeretjük a gyerekeimmel együtt a csendes heteket, a csendes hétvégéket. Nagyon sokat szoktam ott zongorázni, szolgálok is a gyülekezetben, és én azt hiszem, hogy egy olyan családot kaptam ezáltal, amiben valóban otthon érzem magam, és úgy érzem, hogy nagyon sok lelki táplálékot is kapok. Most egy olyan zenevarázslat koncertet tartunk, ahol először egy koncertet fognak hallani, amely nagyon nagy öröm számomra, mert a lányommal, Farkas Lilivel, a Zeneakadémia zongora mesterszakos hallgatójával fogunk négykezes darabokat játszani. Azon kívül nagy öröm számomra, hogy eljött a zenevarázslat egyik felfedezettje is, Kovács Lottika, Máté Szalkáról érkezett, vele is bemutatunk egy-egy négykezest, és ez mindig nagy öröm, mert én azt gondolom, hogy tudjuk a gyerekeket inspirálni azzal, hogy együtt muzsikálni az egészen csodálatos dolog. Nekem apukám régen zenész volt, és nekem nagyon megtetszett ez a hangszer, ez a zongora, és én 6 éves születésnapomra egy zongorát kértem ajándékba, és meg is kaptam ezt. Andreát én 2 éve ismerem kb., mert voltunk Kaposváron a zenevarázslat zongora versenyen, és ott ismerkedtünk meg. Több fellépésre is meghívott már, így a verseny után egyből mentünk a Duna TV-be szerepelni, és még azóta is tartjuk a kapcsolatot, és hív folyamatosan fellépésekre. Nekem legfőbbként az a célom, hogy zongoraművész lehessek, és ebben nekem nagyon jó, hogy Andra példáját látom, és őt szeretném követni. Alapvetően az, hogy anya-lánya páros, szerintem az úgy túlmutat a hangjegyeken is, mert én azt gondolom, hogy talán egyedül vagyunk így együtt, hogy ott állunk a színpadon, és hát nagyon sokszor egy ilyen igazi öröm van a szívemben, mert azt érzem, hogy a lányom lassan tényleg a felnőtt partneremként viselkedik, sőt, már nem is mondom azt, hogy lassan. Nálunk mindig jelen volt a zene otthon, mert anyukám is és apukám is zongoráztak. Rengeteget gyakoroltak otthon, és én ezzel nőttem fel. Ezért is volt evidens, hogy én is zongorázni kezdek majd, és nagyon érdekelt is ez az irány. Körülbelül 16 éves voltam, amikor bekapcsolódtam a anya koncertjeibe, mint négykezes partner, és azóta rengeteg turnén vettem részt vele is koncerten, főleg gyerekeknek. Nagyon fontosnak tartom, hogy gyerekeknek komoly zenét játszunk, és egy kicsit közelebb hozzuk hozzájuk, és megismertessük velük, mert a koncerteken látom, hogy van mód arra, hogy ezt olyan keretek között tudjuk tálalni, ami nekik is befogadható, és nagyon nagy örömmel tölt el, hogy mennyire szokták élvezni a koncertjeinket.
olyan zenei ötleteket hallok tőle, és olyan csoda érzés vele együtt muzsikálni, hogy az ember ilyenkor valóban azt gondolja, hogy azt kell továbbadnom, amit a gyerekeim tőlem láttak, és hogy mennyire fogékonyak lettek a művészetre. Nagyon érdekes látni ezt a fejlődést, de akármelyik gyerekemnél. Tehát pontosan így van Laura esetében, aki színésznő. Nála például már azt érzem, hogy már nem izgulok. Tehát tényleg egy színésznőt látok a színpadon. Nagyon-nagyon büszke vagyok rá, ugyanúgy, hogy Lócira, a kisfiamra, aki viszont a Sárospataki Református Gimnáziumban kezdte most a 9. osztályt. Egyelőre nagyon jól megbirkózik az új helyzettel, ott is hitben nevelkedik, és azért már most egy pár hét után is látom a reakcióiban, hogy milyen lelki gazdagságban tudott tanulni, és hogy milyen szerető tanárok veszik körül. Lackfi János, Lányok dala. Azt mondják a fiúk, nyávogunk, sejpegünk. Nagyon szerettem volna színésznő lenni, és milyen érdekes, hogy egy picit összekapcsolom az összművészet jegyében, hogy azért én verseket is mondok a gyerekeknek a darabok előtt, hogy minél jobban rá tudjanak hangolódni egy-egy darabra. Amikor én olyan 7. osztályos voltam, milyen fontos egy pedagógus személye, akkor egy zongoratanárnénihez kerültem, aki abszolút kinyitotta a szememet, a fülemet, a szívemet, Mozartra, Beethovenre, Liszt Ferencre, és én akkor elhatároztam, hogy én zongorista szeretnék lenni. És akárhogy nézzük aztán az életem alakulását, hogy én kikerültem aztán Münchenbe, ott diplomáztam Németországban, és visszajöttem, tulajdonképpen egy picit nehezebb út is volt, hiszen itt akkor engem nem ismertek, és hogy nagyon hálás vagyok a szakmának, hogy abszolút befogadott, és utána figyelt rám, és most már természetesen a zenei élet nagyságaival nagyon jól ismerjük egymást, együtt muzsikálunk, és nagyon tiszteljük egymás munkásságát, de természetesen mindenben látom Isten vezetését. Tehát, hogy mi miért alakult. Ez olyan érdekes, egyszer Álmos bácsi mondta még, amikor elkezdtem a református templomba járni a Nagyvárad téren, hogy olyan furcsának tűnik az életünkben minden. De majd, amikor visszatekintünk, akkor minden pázli darab a helyére kerül, és pontosan tudjuk, hogy Isten döntései helyesek és tökéletesek. Koncert után elkezdünk barangolni a zenetörténet korszakaiban. Ez mind interaktív és ilyen játékos foglalkozás lesz. Nagyon szeretik a gyerekek, nagyon-nagyon megérinti őket, hogy egy-egy zeneszerzővel úgy szembesülnek, hogy bizony-bizony ők is voltak gyerekek, nekik is voltak nagyon humoros jelenetek az életükben. Úgy megyünk át a barokk korszakon, hogy közben egy kicsit menüettezünk is, vagy pedig megjelenik előttünk Beethovennek a Holdfény szonátában csodálatos holdfénye, ilyenkor festenek, gyönyörű művek szoktak születni, és nagyon inspirálja a gyerekeket a zene, és én azt hiszem, hogy olyan kapukat nyit meg, amit valóban nem tudnak elmondani. És én mindig biztatom is őket, hogyha a szavakkal nem tudják kifejezni, akkor ragadjanak ecsetet, és akkor a színek majd megmutatják, hogy mi is van ott a kis csodavilágukban legbelül. És utána a magyar zeneszerzőkről is szó lesz, természetesen Bartókot fogunk hallgatni, és mindenek előtt azért Lisztről is nagyon sokat fog nekik mesélni, és egy picikét azt is megvilágítani, hogy bizony-bizony élete végén ő már reverendába járt, és az Istenhez vezető utat kereste, és engem ez kifejezetten érdekel, és ez a téma, és nagyon-nagyon foglalkoztat. Ez indított engem arra, hogy elkezdjek az időskori művészetével foglalkozni, kifejezetten az utolsó szimfonikus költeményével, a Bölcsőtől a Sírig címet viselő fantasztikus művel, amely gyakorlatilag egy hangjegyek mögé rejtett bizonyságtétel. És én ezt nagyon-nagyon nagy ajándéknak tartom az életemben, hogy minden egyes hang mögé egy olyan üzenetet sikerült elrejtenie, amely nekünk hívő embereknek, és hogyha talán ezt a doktorit megírom, akkor majd azoknak is, akik még nincsenek közel Istenhez, nagyon-nagyon sok gondolatot, érzést és nagyon sok igazságot rejt. És már is mosolyogtatok. Nagyon nagy öröm számomra, hogy a Kultáp programjában is részt vehetek. A zene varázslatot egy kicsit belecsempészhetem a középiskolások életébe.
Ez egy nagyon érdekes iskolán belül zajló program, amikor közel hozzuk hozzájuk a kultúrát, kult up, belenősz a kultúrába, és nagyon intim és nagyon-nagyon személyes tud lenni egy ilyen kis előadáskoncert. Ennek az én előadásomnak az a címe, hogy Magyar zeneszerzők és árszpoétikájuk. Nagyon jó rávilágítani a középiskolásoknak arra, hogy milyen örökség van mögöttünk, hogy milyen egy olyan országban élni, amelyben alkotott Bartók Béla, Kodály Zoltán, Erkel Ferenc vagy Liszt Ferenc. És hogy Liszt Ferenc életét például elmesélni, hogy ő nem csak zeneileg, hanem emberileg is egy példa mindannyiunk számára. És nagyon-nagyon érdekes, hogy nyílnak a fiatalok, ahogy kérdeznek, ahogy elkezdenek egyre jobban és egyre nyitottabban együtt énekelni. Megpróbáljuk felismerni Bartók népdalait például a gyermekeknek kötetből, és aztán egy picit abban is kalandozunk, hogy bizony-bizony a népzenei örökség ott van a klasszikus zenében is, de akár a könnyű zenében is, és aztán együtt énekeljük a végén. Liszt Ferencnek az volt a jelmondata, hogy vezércsillagom az legyen, hogy Magyarország egyszer büszke lehessen rám, és arra buzdítani őket, hogy kövessék az álmaikat, hiszen így teljesülhetnek, mint akár Liszt Ferenc életében is. És olyan szép a végén, amikor az ember elmondja, hogy utazzanak, járják be az egész világot, de mindig legyen egy csillag, amely a népdalokban is szerepel, amely hazavezeti őket. Most is nagyon-nagyon öröm volt, hogy a Debreceni Dunci Református gimnáziumba játszhattunk. Eddig voltunk Sárospatakon, Kecskeméten, nagyon sok helyen, és szerintem ez egy fantasztikus ötlet a Kultáp csapatától, a Déri Népprogram keretén belül, hogy valóban megmutatják, hogy a művészet képes arra, amely megnyitja a szíveket, megmutatjuk, hogy a zene ki tudja mondani azokat az érzéseket is, amik szavakkal megfogalmazhatatlanok, és én úgy gondolom, hogy olyan nyomokat hagyhatunk a gyerekek szívében, amelyek sarjadzanak majd, és egyszerűen nyitottá teszik őket arra, hogy bejöjjenek majd egy koncertterembe, vagy pedig egy színházterembe is. Ismertük egymást korábban, egy templomba jártunk. Mind a ketten hiszünk benne, hogy nincsenek véletlenek, és egyszerre kaptunk díjakat, ő Liszt díjat, én meg Erkel díjat, és ugyanazon az ünnepségen vettük át, és az utána következő fogadáson egy asztalnál ültünk, és kitaláltuk, hogy csináljunk valamit közösen. Ő ötlete volt, hogy folytassunk egy olyan sorozatot, amiből még csak egy kicsi kezdemény volt meg. Ez az Európa című négykezes sorozat. Több mint egy órás sorozatot csináltunk európai népek népdalaiból. Közösen találtuk ki, hogy mely népek, mely népdalok szerepeljenek, és ebből lett egy 18 nép népdalaiból kiválasztott sorozat. Ugye ma is 5 előadás volt egymás után, és egyik sem egyforma. Tehát nem olyan, mint amikor előre ki van találva, és akkor mindig ugyanazt kérdezi, és én mindig ugyanazt válaszolom, hanem mindig más, és ezt meg is beszéltük különben, hogy direkt is legyen mindig más. Mi elkezdtünk a hangjegyek szárnyán, és a hangjegyekbe kapaszkodva utazni, bejártuk Európát. Ennek egy nagyon-nagyon szép mondani valója van ennek a ciklusnak, nagyon megtisztelő számomra, hogy nekem ajánlotta, egy négykezes műfaj, ahol együtt muzsikálunk, együtt formálunk, de nagyon-nagyon szép dolog az is, hogy azt üzeni, hogy lehet együtt is élni, hiszen Európa nemzeteinek a népdalai, akár még egymás alatt, egymás mellett énekelve és csodálatosan hangzanak, egy szimultán módon jelennek meg a fináléban. Nagyon tudom becsülni a tanárok munkáját, hiszen ők ezt csinálják nap, mint nap, de annyira lelki töltekezés is. Tehát amikor utána odajönnek a gyerekek, amikor megmutatják, hogy ők mit zongoráznak, utána rábírnak messengeren, és megkérdezik, hogy milyen darabot ajánlok számukra, akkor azt hiszem, hogy ez a legnagyobb siker, hogy valami elindult bennük, és én ezért vagyok itt, és ezt kaptam Istentől, ezt a feladatot, és én megpróbálom ezt szolgálni. De Béluska, mondd, milyen fényeket láttál a pincében? Nem ott, hanem az ablakon át, a völgyön túl. Szép piros meg kék. Ezt mindig vallom, hogy nincsenek véletlenek, a véletlen Isten fedő neve,
és a művészi munkásságom egyik legnagyobb ajándékának és színének tartom azt, hogy a börtönmissziót végezhetem. Ez egy hatalmas bizalom is a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokságától, és ennek egy valóban kikövezett útja volt. Véletlen, vagy inkább elhívás volt az, hogy 2019-ben elkerültem a balassagyarmati börtönbe, ahol játszottam az elítélteknek, és az akkori parancsnok úr elmondta, hogy milyen jótékony hatással volt ez a lelkükre, a mindennapjaikra, és aztán onnan már tulajdonképpen az út az teljesen egyértelmű volt, hogy elkezdtem a Szent Adorján Musicalben velük együttműködni, abban egy főszereplő voltam, ugye Natália, majd megalkottuk 9 fegyintézettel együtt a Hangokba zárt Szabadság című CD-nket, és teljesen egyértelmű volt, hogy most már indulhat a folytatás. A 10 parancsolat volt annak a projektnek a címe, amelyben 10 fegyintézet egy-egy színdarabot, egy musicalt alkotott, tulajdonképpen csak a parancsolatot kapták meg. Átbeszéltük, lementünk ennek mind a pszichológiai lélektanára, mind a teológiai mondani valót kerestük ebben, és akkor egyszer csak megszülettek a színdarabok. Ezek általában 30-35 perces művek voltak, és én azt gondolom, hogy ha Isten velünk, akkor ki ellenünk, tehát áldás volt ezeken a színdarabokon, katartikus pillanatokat éltünk át. És alig vártuk, hogy legyen folytatás, és adott volt, hogy akkor 7 főbűn, de mivel 10 voltak, ezért még volt olyan intézet, amelynek szintén szerepet szántunk, tehát ők csak a zenei anyagnak az összeállításában segítkeztek, és itt született meg a 7 főbűn, amelyben most úgy éreztük, hogy maradt is egy kérdőjel. Tehát én már most elárulhatom, hogy egy trilógia lesz ebből, és a 7 erény lesz ezen a korona, amikor Isten megmutatja azt, hogy melyek azok a hajlamosító tényezők, amelyek igazán a bűnökhöz vezetnek, de ő megmutatja mindig az utat is, mert nagyon szeret minket. És én azt gondolom, hogy most az első bemutató az valóban egy csoda volt. A szombathelyi fiúkkal gyakorlatilag mindig is a burleskben gondolkodtunk. Amikor tavaly ezt a műfajt meghatároztuk, akkor én mondtam is, hogy ez nagyon ingoványos talaj, mert ez akár kínos is tud lenni, hogyha nem igazi mértékletességgel taglaljuk a poénokat, és valami egészen fantasztikus volt. Én azt hiszem, hogy a második rész is mindenkit meggyőzött, hogy itt olyan utalások vannak, és olyan történések, amit én mindig elmondok nekik, hogy bizony-bizony a jó humor, az megnyitja a szíveket, és utána az igazi veretes mondatok pont a közepébe tudnak találni. A Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága kiírt első körben a 10 parancsolatról egy ilyen kvázi versenyt a Magyarországon található börtönök között. Mi Várnagy Andreát kaptuk, mint mentort, és ő kísérte figyelemmel végig ennek az egésznek, fogadtuk a tanácsait, természetesen azért ő elég objektív ebben a dologban, úgyhogy minden olyan dolgot, amit ő észrevételként jelzett, azt megfogadtuk, az összes tanácsát betartva eljutottunk ideig. Van egy ilyen színjátszó csoport, ebbe 11-en tartozunk, és ez a 11 ember vitte végig mind a 2 darabot. Az első az a Hatalom ára volt, ez pedig a második része, igazából ez egy folytatásos történet. A második része pedig a torkosságról fog szólni. Ez mind az enyém, amit persze én raboltam, úgyhogy a fele engem illet. Jó, akkor én viszem az ékszereket. Azt nem viheted, mert az bizonyíték lenne ellenünk. Nagyon érdekes, mert ugye torkosság. Az ember annyira hamar átfut a bibliai üzeneteken. És most a bűnök sokasságában is, hogy torkosság, hát azt hiszi az ember, hogy jó sok csokit eszik, vagy bármi más. Nem. Rengeteg minden lehet mögötte. Ahogy el is hangzik a darabban, hogy sosem elég, hogy tudok-e hálás lenni azért, ami van, vagy mindig kell a több, egy állandó nyugtalanságban élek, és hogy ez mekkora figyelmeztetés. És az is nagyon-nagyon érdekes, hogy a végén ők is szembesülnek az elítéltek ezeknek az üzenetével, és én hiszem, hogyha elhisszük magunkról azt, amivé szeretnénk válni, az előbb-utóbb tényleg az ima erejével, Isten áldásával, az meg fog valósulni. A
megpróbáltuk karakterekre osztani a szerepeket. Ez egy, az első rész talán egy kicsit meglepő módon mi vígjátékot csináltunk belőle. Egyrészt eltereli a szürke hétköznapokról a gondolatokat, mellesleg meg egy olyan csapatot kovácsolt össze, akik szerintem minden téren megállják a helyüket, pláne egy ilyen helyzetben. 10 olyan emberrel tudtam együtt dolgozni, akik nem rabként kezeltek minket, hanem folyamatosan úgy álltak mellettünk, mintha egy civil színházban lennénk, vagy egy civil előadásra készülnénk. Szerintem ez alapvetően befolyásolta a fogvatartásom alatti életet, nem csak az enyémet, mindenkiét. Én azt gondolom, hogy erre a velük eltöltött közös időre, független attól, hogy ez a börtönben történt, mindenképpen úgy fogok emlékezni, hogy közben mosoly lesz az arcomon. Megkérem a vádlottat, hogy álljon föl. A női elítélteknek a jóra való restség, tehát a lustaság lehet, és ezt is lehetne nagyon viccesen felfogni. De pontosan az jön ki a történetbe, és nagyon-nagyon jól itt is a humor szerepel, és milyen érdekes, hogy a falak mögött szerepel a humor, hogy nagyon sok benne az irónia, de egyszer csak egy ilyen nagy meglepődés van, egy egyedülálló édesanyáról szól, és amikor az egész olyan tényleg szívfacsaróvá, és nagyon mély üzenettel bíróvá átmegy, akkor a végén, a legvégén, a darab végén lesz egy olyan poén, amint mindenki kacagni fog, és szerintem az egy nagyon-nagyon jó kis doboz annak az üzenetnek, amit hazavihet a néző. Tulajdonképpen, ha valakit hibáztatni akarunk a fenti eset miatt, az semmiképp nem védencem, hanem a fodrász. Ügyvédből ne levettesse, vegye figyelembe, hogy a vádlott kérhetett volna időpontot a fodrászhoz, de még erre is lusta volt. Elmondhatatlanul hálásak a bizalmamért, azért, hogy alkotó társnak tekintem őket, és én mindig mondom is, hogy az alkotás az nem a cél, hanem az az állapot, az a szükségszerű, amikor egyszerűen muszáj, hogy elmondjuk, ami ott belül, legbelül a szívünk mélyén van, ami ott feszít. És én azt hiszem, hogy a művészet valóban az, ahol el tudjuk mondani a kimondhatatlant is. Ebben nagyon sok bocsánatkérés van a hozzátartozók felé, nagyon sok jövőbe vetett remény és hit, és nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ennek részese lehetek. Tulajdonképpen nem csak alkotótárs vagyok a darabban, hanem előadótárs is. Örülök, hogy valóban egy ilyen kohéziós erőt láthatok az elítéltek között, hogy figyelnek egymásra, hogy ennek a színdarabokon túlmutató üzenete is van, és ha bármi abból, hogy ők a jövőben a lépteiket a jó irányba vigyék, ebben nekem szerepem lehet, és a művészetnek általam, akkor annak van létjogosultsága, hogy én itt vagyok, és ezért nagyon-nagyon örülök, hogy valóban áldás van ezen a projekten. És milyen érdekes, hogy a művészet valóban kapukat nyit meg egymás felé, valahogy én egy kicsit az állarc mögé látok, ahogy ők is az állarc mögé látnak, és ez pontosan annak ékes bizonyítéka, hogy mindig valami kézzel írt dolgot kapok, vagy valami személyes ajándékot a sok-sok hónapos munka végén, és azt, hogy az első kézzel írt szövegkönyvet, azt én őrizhetem majd az otthonomban, és hogy most ők ezt megértették, hogy hozzám legközelebb Liszt Ferenc áll. Mind emberileg, mind zeneileg, én azt hiszem, hogy ő egy olyan példakép, amely mindannyiunknak tényleg egy ilyen vezércsillag az égen, és hogy ők ezt megérezték, és ott az árkákban festették nekem ezt a képet, hogy a zongorámon ott álljon, és hogy rájuk is az alkotásra, erre a sikerre, erre a sok-sok érzelemre emlékeztessen. Én azt hiszem, hogy ezek az igazi összekapcsolódások, amely valóban Isten ajándéka. Ó, Istenem, miért nincs két életem? Én rengeteget kapok, és nagyon-nagyon hálás vagyok Istennek ezért. Valóban smirgli a lelkemnek, és én nagyon sok mindenre olyanra fókuszálok, amire talán a régmúltban nem annyira. Olyan természetesnek tűnnek a dolgok. De például azt látva, hogy minden egy kicsikét talán túlzottabban felszínre jön, akár a művészi alázat, akár a rend, akár az egymásra figyelés, de akár a szabadságom iránti hála is. Tehát az, hogy én kijöhetek egy börtönből, és felhívhatom a három gyerekemet, és megölelhetem őket, vagy hazaszaladhatok az édesanyámhoz. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon-nagyon fontos dolgok. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy sok mindenre ráirányít, és arra is, hogy minden pillanatban lehet változás.
Tehát, hogy nagyon sok mindenért a múltunkban is hálásak lehetünk, nagyon sok mindenért hálásak lehetünk abban, hogy a jelenben kik vesznek minket körül, megtartanak-e minket, vagy pedig azért, hogy a jövőben kit rendel mellünk Isten, és valóban ott lesz mellettünk, megáldja az életünket, és vigyáz ránk. Mindenki ott belül tudja az igazságot legbelül. És amikor ez természetesen jön, hogy Isten engem erre hívott el, hogy szolgáljak a művészet által, és ott bent nekem rend van, ott legbelül a szívem közepén, akkor könnyebben mennek a dolgok, akkor nincsenek olyan váratlan kérdések. És én nagyon hálás vagyok, és arra kérem az Urat, hogy adjon nekem erőt, egészséget, és jó embereket mellém, ahogy eddig is tette, hogy én ezt a munkát, ezt a szolgálatot végezni tudjam az ő dicsőségére. És akkor van bennem egy belső béke, egy boldogság, és nagyon remélem, hogy a közönségnek is ezt tudom majd adni. Ha volna két életem, nem fájna semmi sem, bár volna két életem, hinnék mindenkiben, ó, Istenem!